1992 óta minden év márciusában megrendezik a Nőnapi Ajándékkosár Nem csak hölgyeknek című műsort Gödöllőn, melynek különlegessége, hogy az előadásban a város intézményeinek vezetői lépnek színpadra, különböző zenés, táncos, színházi produkciókkal. Az előadás sorozatok bevételét minden évben jótékonysági célokra ajánlják fel. Idén március 5-e és 8-a között összesen 9 teltházas előadáson közel 3600 néző láthatta a 27. alkalommal megrendezett műsort a Művészetek Házában, ahol a rendezvény ötletgazdája és mai napig rendezője, dr. Gémesi György, Gödöllőváros polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. Akik itt szerepelnek, nyilván jól tudják, város vezetői, iskolaigazgatók, óvodavezetők, bölcsődevezetők, jedzőasszony, alpolgármester úr, és mindenki, aki valamilyen szinten szeret egy picit szerepelni is, azok vannak benne, képezik a törzsét ennek a csapatnak, és évről évre nagy szeretettel hozzuk el önöknek ezt az ajándékot. Hölgyeim és uraim, ez a mai előadás is, illetve a 9 előadás is jótékonysági célokat szolgál. Megalakult Gödöllőn az Állat Otthon Alapítvány, ami eldobott kutyákat, állatokat és más hasonló tevékenységet gyűjt magába, és próbál egy kicsit ezen segíteni. Nekik szeretnénk felajánlani az összeg egyik részét, a másik részét pedig a Gödöllői Tormai Károly Egészségügyi Központnak, igazgató úr nagy örömére. Van egy Tormai Károly alapítvány, és oda szeretnénk ezt adni, annak érdekében, hogy egy picit hozzásegítsünk, egy apró picikét a gödöllői egészségügyi ellátásban. A műsoron ezúttal két Kossuth díjas művész, Pécsi Ildikó színművésznő, Gödöllő díszpolgára és Fodor László, a Hard Jazz Band zenésze, illetve a gödöllői Chopin zenei alapfokú művészeti iskola Marinét és szolfés tanára töltötték be a házigazdák szerepét. Kellene ma éjjel egy kis hadcári, hadcacári, hadd legyen a száma szádé. Drágám, hát miért vagy máli, ki lesi a vén, hold ingyen, csipkés kis álló ingem, s ha valaki bajkos, a kacsint rám, az a végén mennyben jár, az a végén mennyben jár, az a végén mennyben jár. Pécsi Ildikó és Alkacán. A műsorban a város intézményeinek vezetői mellett Gödöllő jövendő művészei is vidám hangulatot varázsoltak a színpadra. Az előadás folyamán a műsor fellépői összesen 14 vidám produkcióval ajándékozták meg a közönséget. A modern és klasszikus jellegű zenés táncos koreográfiák mellett csángó szerelmi kiokosító történet, labdazsönglőr szám és komikus színházi jelenetek is színesítették a műsort. A 2016. évi Nőnapi Ajándékkosár című előadásról készült közel 2 órás felvételünket megtekinthetik a Régió Plus televízió műsor kínálatában.
Csenova tipek topog ide-oda. Ha egy kicsit megkeverem, még a ház is beleremel. Csinos és a csokja sose tilos. Hey, mambo, mambo italiano. Új ritmus, festő és muzsikáló. Ezt járja ma Pádua és Milánó. Roma, Nápoly és Genova, tipek, topog ide-oda. Mambo!